Az egykori Szovjetunió gulák táboraiba elhurcolt és málenki robotra kényszerített 800 ezer magyar emlékére kiállítás nyílt a fővárosi levéltárban. Fényképeken, leveleken és újságkivágásokon keresztül mutatják be a 70 éve elhurcolt politikai foglyok életét. A tárlat megnyitóján elhangzott, a tábor ingyen munkát adott a szovjet államnak, de azt bizonyos régiókban megváltoztatta az etnikai viszonyokat, így például Kárpátalján vagy Erdélyben, ahonnan főként a magyarokat és németeket hurcolták el. A magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című utazóvándor kiállítás péntekig látható a Budapesti intézményben. A kutatások szerint 600-800 ezer főre tehető a számuk, akik közül sok tízezren, százezren nem térhettek vissza soha Magyarországra. Hogy hánynak volt bűne, vagy volt egyáltalán bűnük, nehéz megfogalmazni a választ, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk alig.